Formációs Táncfesztivál Magyar Bajnokság miskolci eseményeinek a második részéről számolunk be most önöknek. Ez immáron, mint említettem, hagyomány itt Miskolcon, viszont első ízben járunk itt a Hungary Sport színeiben. A Latin Mix kategóriában a Botafogó Táncegyüttes B csapatát láthatjuk, Dalotti Tibor. Tibor a csapat művészeti vezetője, Ritmo de Botafogó. Ez táncuknak a címe. Ők részt vettek már az Európa-bajnokságon. Két éve ők voltak a bajnokok. Sőt, mi több. Bizonyára önök közül nagyon sokan emlékeznek rájuk, a Ki mit tudból is. Izgalmas, nagyon sokat sejtető ruhácskában a lányok. A ruhának elég sok hiányossága is van, ahhoz, hogy teljesnek mondható. A fiúk pedig fő ingújú belső részben. Amolyan latinos öltözékben és testre szabott nadrágban. Természetesen itt az öt alaptánc latin eredetű tánc kell, hogy legyen, mint a samba, a cha-cha-cha, a rumba, a pazzo doble, a jive. De szigorúan nézett a fiatal ember. A jive egyébként a rock and roll versenyszerű válfaja.
ketten pontozzák a bemutatókat. Boris Barbulski, aki nevével ellentétben tőzsgyökeres magyar, ám de a szülei bolgárok voltak. Szilák Ildikó, Molnár Anna, Fungerné Bánfi Magdolna, Török György József, Csáki Katalin, egyben a döntnök is, és Moldávia részéről pedig Petru Gozun, akik esetleg nem látták a Nemzetközi Formációs Táncfesztivál a 24. Magyar Bajnokság első részét, azoknak mondtam el, hogy tudják, hogy kik azok, akik döntenek a bemutatóknál, az értékelést adják. A helyezési számokat mutatják fel mindig, és a helyezési számoknak az összegéből derül ki a csapatoknak a helyezési száma. A Botafogo Tánc Együttes B csapata, Ritmo de Botafogo című bemutatóját láthattuk. Dalotti Tibor, a művészeti vezető, itt a képernyő alján ül és tapsol. Tibor, fiatal ember, de nagyon régen ő az. Nagyon régen tánccal foglalkozó, kitűnő táncos és kitűnő szakember volt. Volt, miért mondom, hogy volt? Mondjuk, volt is és lesz is. Négyen kerültek, négy csapat került a latin mix kategória döntőjébe. Köszönöm szépen a tapsot. És a sorsolás szeszélye folytán ismét Dalotti Tibor ülhet le majd ide a csapatvezetői székbe, mert hiszen a Botafogo Tánc Együttes A csapata következik. Ők budapestiek. Egy lemaradt kis öltözék darabért szaladt ki a Tánc Együttes egyik tagja. És hát most ugye parkett rendbehozatal, csak úgy, mint ahogy a formációs jégtáncban szokás, itt is rendbe kell tenni a parkettát. Azonnal a döntőbe jutottak. A társasági táncok junior kategóriájában pedig első volt a Gyermekek Háza formációs csoportja, a Hófehérke zenéjére standard táncokat mutattak be. Második a Szavária Táncsoport Egyesület egyik csapata, az A csapat, Olala bemutatójával, harmadik a Szavária Táncsoport Egyesület country show-ja, ez a B csapat volt, negyedik a lazur tánc, latin táncokban, ezt a csapatot nem tudták megverni tavaly sem. Köszönöm szépen a tapsort a Szavária Táncsoport Egyesület A csapata nevében, és ismét a helyezések következnek a mai információs magyar bajnokságon. Utolsó alkalommal a latin mix kategóriában láttuk tehát a négy a csapatot. Hogy készen vannak-e? Hát az izgalom nagy, persze, hogy nagy. Elsőnek látott egyensorszámú Botafogo. A Botafogo Tánc Együttes B csapata, akiket először láttunk, Ritmo de Botafogo bemutatója. Egyértelműen a négyes szám uralkodik, ami azt jelenti, hogy negyedik a Botafogo Tánc Együttes A csapata. Na most lesz izgalom, most lesz érdekes a dolog, mert ők még esélyesek. Ők voltak talán a legnagyobb ellenfelei a Szavária A csapatának. Itt a második helyezés dominál, tehát ők a másodikak. A Szavária Tánc Együttes hármas, négyes, hármas. A B csapat, Hello, mutatták be. És itt tehát az első, a bajnok a latin mix kategóriában, a Szavária Táncsoport Egyesület A csapata, Greek Lady of Pop című produkciója, bemutatója. Hát bizony nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mi lehetett a baja ott az egyik zsűritagnak, aki második helyezést adott. Annyira egyöntetű volt a zsűrinek a véleménye. Így tehát a 24. Nemzetközi Formációs Táncfesztivál és egyben Magyar Bajnokság kategóriájában, a latin mixben is megszületett a bajnok.